Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő nem jelentkezik most, visszahúzódó, zárkózott. Mit tegyél ebben a helyzetben? Jelentkezz nála, igen vagy nem? És mi történik akkor, ha felveszed vele a kapcsolatot, az itt látható, ezeknél a kártyáknál, és mi történik akkor, ha nem veszed fel vele a kapcsolatot, az itt látható. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit jelentenek a kártyák, szeretném ezt a drága követ, Rodok Rozit bemutatni. Rodos Kozit lefordítva rózsaszínt jelent. A rózsaszínnek is van egy jelentősége, mégpedig arra utal, hogy itt van a szeretet feltételek nélkül. Ez a Rodos Kozit azt is jelenti, hogy adja számunkra az életerőt. És ezzel az erővel be tudjuk bizonyítani magunkat. Jelenti a belső erőt is, a hited. Azon kívül segít abban, hogy felvegyük a felelősséget magunkkal szemben. Rodos Kozit az nagyon alkalmas arra, hogy ékszereket készítsenek belőle. A gyökér csakrával áll összefüggésben, asztrológiailag Ákos jegyéhez tartozik. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Mi történik akkor, ha írsz neki, ha felveszed vele a kapcsolatot, az itt látható. A gólyák jelentik a változásokat. Tehát megváltozik a kapcsolat kettőtök között, itt van a szerencse, tehát örül annak, ha jelentkezel, sőt, a nyilvánosság jelentheti azt is, hogy találkozni akar veled a nyilvánosságon, de megjelenik a felhő, és emiatt átláthatatlan valami, és így marad, hiszen nem akarja tisztázni a dolgokat. És mi történik akkor, ha nem veszed fel vele a kapcsolatot, akkor te itt állsz a középpontban, azt teszed, amit te szeretnél, és itt van az erő, az élet erőd, így tudod bebizonyítani magadat, és ez a drága kő segít ebben neked. De benne vagy a toronyba. Ez olyan, mint egy labirintus, hiszen itt vannak félelmek, bizonytalanságok, és keresel egy kiútat, egy lehetőséget. De türelmesnek kell lenned, amíg ő magától jelentkezik, és ha így lesz, akkor itt kisüt a nap. Eltávolítja a felhőt. Tehát neki még időre van szüksége, de itt a nap mutatja azt, hogy megvilágít, láthatóvá tesz valamit, és akkor megvan arra a lehetőség, hogy ő magától jöjjön, rendezze a dolgokat, és így kiderül az igazság, tisztázódik valami. Ez eltarthat augusztus hónapig. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!